A születés és szoptatás hetének mai napján délelőtt 10 órától összesen négy program várta az érdeklődőket. Ancsáni kiserik a gyógytornász a női testváltozása a szülés előtt szülés után címmel osztott meg hasznos információkat a hallgatósággal. Csütörtökön ingyenes ringatóra várják a családokat, 16 órakor az újszülött osztály szakembere tart majd előadást, később szó lesz a csecseműkori mozgás mozgásfejlődésről és várandós gondozásról. Pénteken 10 órakor pedig Nagy József, a Kiskunholasi mentőállomás vezetője lesz az előadó, a csecsemű újraélesztéssel kapcsolatban kaphatnak elméleti és gyakorlati felkészítést a program résztvevői.